Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Hétértékelő. Közös sajtótájékoztatón fejezték ki aggodalmukat Szekszárd polgármestere és a helyi Fidesz frakció tagjai. Koronavírus Pakson. Sorra zárnak be az intézmények a városban. Stabil a költségvetés. Éveleje óta 31 millió forinttal nőtt a Bonyhádi Önkormányzat általános tartaléka. Jachtot akart venni, átverték. Látatlanban fizetett ki 220 ezer eurót a Tolna megyei sértett. Közösen tartott sajtótájékoztatót Ács Rezső Szekszárd polgármestere a helyi Fidesz frakció tagjaival. Így akarták demonstrálni azt, hogy nem igaz az éjjel Szekszárd frakció állítása, miszerint a városvezető nem tud együtt dolgozni a kormánypárti frakcióval. A sajtótájékoztatón Ács Rezső és a Fidesz önkormányzati képviselői is aggodalmukat fejezték ki az éjjel Szekszárd frakció városvezetési gyakorlata miatt. Rendhagyó sajtótájékoztatón értékelte a hét eseményeit Szekszárd polgármestere, a tájékoztatón ugyanis a Fidesz frakció tagjai is részt vettek. Azt szerették volna ezzel demonstrálni, hogy bár az ilyen Szekszárd frakció azt kommunikálja, hogy Ács Rezső és a kormánypárti frakció között nincs összhang, ez nem igaz. A Fidesz frakció az egységes, a polgármester mellett van természetesen. Voltak fejlesztések az elmúlt időszakban, és vannak elképzelései, nem csak a problémát látják, hanem a megoldást is próbálják megoldani. Tehát vannak elképzelései a város jövőjét illetően. Szeretnénk már egy kicsit túllépni azon, hogy a sötét szobákban, a közösségi oldalakon az ellenzéki frakció mindenféle tírogat. Azt szeretnénk, hogy épülne járda, épülne út. A Fidesz frakció tagjai közül többen aggodalmukat fejezték ki az éjjel-szekszárd városvezetési gyakorlata miatt. Máté Péter frakció vezető például arról beszélt, hogy bár közgyűlési döntés van arról, hogy a város déli kijáratánál az 56-os úton zebrát alakítanak ki, erre mégsem került sor, mert a többségi frakció még mindig nem állította össze Szekszárd idei költségvetését. Gréci Félegyházi Gyöngyvér pedig arról beszélt, hogy szerinte felháborító, hogy az éjjel-szekszárd frakció még mindig új helyszínt keres az eredetileg a Szabó Dezsi utcába tervezett orvosi rendelőnek, miközben a pénzügyminisztérium korábban egyértelműen közölte, hogy a fejlesztés csak akkor támogatja, ha az az eredeti helyszínen valósul meg. Az önkormányzati képviselő szerint a város a többségi frakció miatt az orvosi rendelő mellett több tervezett fejlesztést is elbukhat. Azért aggaszt, mert úgy gondolom, hogy egy város életében az egészségügyi ellátás az egyik legeslegfontosabb dolog, és ha ez megakadni látszik, akkor eltörpülhet mellette egy sió projekt. Gréci Félegyházi Gyöngyvér szerint az is aggasztó, hogy míg tavaly 2500 négyzetméteren újultak meg járdák a városban, addig idén egyetlen négyzetméter helyreállítására sem került sor. Kővári László a város korábbi gazdasági bizottságának egykori elnöke szerint pedig az éjjel-szekszárd döntése nyomán a szüreti napok szervezésére létrehozott bizottság munkáját a többségi frakció által delegált tagok egyszerűen ellehetetlenítették. Kővári László azt mondja, a politikusok megpróbálták saját akaratukat ráerőltetni azokra a borászokra, akik több mint másfél évtizede szervezik a város legnagyobb rendezvényét. A hétértékelőn elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az éjjel-szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna megtudni, mi az oka, hogy a többségi frakció még mindig nem dolgozta ki a város idei költségvetését. Arra is kíváncsiak lettünk volna, milyen pénzből akarnak új orvosi rendelőt építeni a Tolnai megyeszékhelyen, miután a pénzügyminisztérium közölte, hogy csak az eredeti helyszínen, a Szabó Dezső utcában támogatta volna a fejlesztést. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt kérdéseinkre. Sorra zárnak be az intézmények Pakson. Az Erzsébet nagyszálloda és a Pákolic István városi könyvtár után a Barátság úti pszichológiai rendelő és a gyógyfürdő sem fogad betegeket határozatlan ideig. Ezt pénteken sajtótájékoztatón jelentették be, miután a tesztelés alkalmával mindkét intézményben találtak pozitív esetet. Pakson még múlt héten 400 fős tömeges vírustesztelést rendelt el a város polgármestere az egészségügyben és a szociális szférában megelőzés céljából érintettség miatt. Ennek eredményeként hét elején az Életfa Idősek otthonában dolgozók között szűrtek ki egy szabadságon lévő dolgozót. Most pedig, hogy lezárult a tesztelés, újabb pozitív esetet találtak a gyógyászati központhoz tartozó külső intézmény, azaz a Barátság úti pszichológiai rendelő személyi állományában. Az egyik kollégánk, egy szakdolgozóról beszélünk, pozitív eredmény mutatott.
tünetmentes, panaszmentes a kollega. Tehát ebből is látszik, hogy ennek a elővigyázatosságnak, illetve ennek az állapotfelmérésnek volt értelme. A gyógyászati központnak az a karanténba utalt munkatársa, aki korábban igazoltan fertőzött beteggel érintkezett, neki az ismétlő tesztje viszont pozitív lett, így továbbra is karanténban marad, és a gyógyfürdőt is bezárták. Hogy az akkori mintavétel az negatív lett, ugye most ilyenkor az az eljárás, hogy amikor a karanténból szabadul az illető, akkor még egy tesztet végeznek, egy ilyen felszabadító tesztet. Na most sajnos ez a teszt pozitív eredményt mutatott. A pozitív esetek miatt határozatlan időre bezárták a barátságúti pszichológiai rendelőt és a gyógyfürdőt is Pakson. Ezekben az intézményekben megkezdték a fertőtlenítéseket, és a hatóság részéről a kontaktkutatás elkezdődött. A sajtótájékoztatón felhívták a lakosság figyelmét, hogy csak azok vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat, akiknek halaszthatatlanul sürgős kezelésre van szükségük. A városban terjedő vírus miatt továbbra is fokozott óvatosságra intenek mindenkit. 31 millió forinttal nőtt az általános tartalék a Bonyhád városnak éveleje óta. A csütörtöki képviselőtestületi ülésen beszámoltak a koronavírus miatt átalakult 2020. februárjában elfogadott éves költségvetésről, illetve a további átalakítási javaslatok kerültek napirendre. 2020. februárjában fogadta el a képviselőtestület Bonyhádváros éves költségvetését. Ez azonban nem sokáig volt érvényben, mert a március első felében berobbanó koronavírus járvány teljesen átírta a terveket. A csütörtöki képviselőtestületi ülésen a polgármester és a pénzügyi osztály vezetője beszámolót tartott arról, hogyan alakította át a járványhelyzet az idei költségvetést. A költségvetésünk végösszege számottevően nem módosult, hiszen az 5 milliárd 617 milliós költségvetési főösszeg 5 milliárd 609 millió forintra változott, azonban belső tartalmi változások jelentősek. Bár még nem tudják, hogy mennyi bevétele lesz az önkormányzatnak az iparűzési adó egy részének elvonása, illetve a járványhelyzet okozta károk miatt, úgy gondolkodnak, hogy csak a szükséges beruházásokat és fejlesztéseket valósítják meg idén, hogy biztosan jusson jövőre is a fontos dolgokra. Az önkormányzat rengeteg bevételtől esett el ez idő alatt, mégis az emberek megsegítésére törekedtek, például a hivatali bérlemények díjának felére csökkentésével. Nagyon sok településen lehetett a híradásokból hallani, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt önkormányzati dolgozóknak a bérét csökkentették, a munkaidőt csökkentették, Bonyhád városában ilyenre nem került sor, nem is fog sor kerülni, úgy gazdálkodunk, hogy mindenre jusson szükséges és elegendő mértékben, és a fejlesztéseket is olyan arányban valósítjuk meg, ami az a lakosságnak remélem, hogy a legnagyobb megelégedésére fog szolgálni. A költségvetés egyensúlya továbbra is stabil, hiszen az általános tartalékok összege éveleihez képest 31 millió forinttal emelkedett. Látatlanban fizetett ki 220 ezer eurót egy Tolna megyei férfi egy jachtért. Az eladók végül átverték, a hajó sosem érkezett meg Tolnába. Az esetből rendőrségi, majd bírósági ügy lett, amiben nemrég született elsőfokú ítélet. Így néz ki a jacht, amit a Tolna megyei sértett akart megvenni. Egy Szlovákiában bejegyzett autókereskedéssel foglalkozó cég egyik alkalmazottjával és a vállalkozás vezetőjével állapodtak meg az adásvételről. A Tolna megyei vevő viszont kikötötte, hogy csak akkor hajlandó megvenni a járművet, ha az eladó magyar gazdasági társaság. A későbbi vádlottak ezért a kifizetéskor közbeiktattak egy hazai céget is. A hajó Olaszországban parkolt, a tulajdonosa pedig egy francia cég volt. A sértett végül meg sem nézte személyesen a vízi járművet, úgy utalta át a 220 ezer eurós, vagyis nagyjából 80 millió forintos vételárat a vádlottaknak. A kérdéses hajót a sértettnek az elsőrendű vádlott segített kinézni, illetve kiválasztani. Személyesen a sértett ezt nem látta. A hajót eladásra kínáló két férfi ezután csak 100 ezer eurót küldött tovább a jacht tulajdonosának. A többi pénzt pedig megtartották, abból főleg autókat vásároltak. A szexuális járásbíróság a vádlottakat társtettesként elkövetett csalás büntetében mondta ki bűnösnek. Mindkettejüket 2 év börtönbüntetése ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Emellett az elsőrendű vádlottat 1 millió forint, másodrendű vádlottat 500 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a vádlottak felmentésért, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett. Az országban több helyen már megkezdődött, máshol még csak készülnek a szüretre.
A korai érésű szőlőknél pedig már a mustot érlelik, ám komoly veszélyekkel nézhetnek szembe azok, akik ilyenkor lemennek a pincékbe. A szőlőlevének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között nagy veszélyt jelent. Szellőztetéssel, valamint széndioxid érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy felhalmozódjon, vagy balesetet okozzon a gáz. Derült ki a katasztrófavédelem összefoglalójából. Létezik a gyertyás módszer is, azzal ellenőrizhetjük, hogy van-e elég levegő a pincében. Azonban, ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni. Ha baleset történik, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot, és kérjük a tűzoltók segítségét, javasolják a katasztrófavédők. Öt öltözőt újított fel a szekszárdi Baka István általános iskolában a KSC Szekszárd TAU támogatásokból. Az intézmény közel 40 éves helységeit és vizes blokkjait állították helyre, mintegy 26 millió forintból, így az iskola növendékei mostantól 21. századi körülmények között tudnak testnevelés órára vagy éppen edzésre készülni. A kosárlabda klub és támogatói az elmúlt 5 évben 6 iskolában hajtották végre a sportberuházásokat, több mint 270 millió forint értékben. A KSC Szekszárd idén azonban eddig nem kapott a várostól támogatást, noha arra nagy szükségük lenne, mondta Szabó Noémia, klub sportigazgatója. Fegyelmezetten várakoznak a gyerekek a kosárlabda edzés előtt a Baka István általános iskola egyik most felújított öltözőjében. Az iskola igazgatója azt mondja, nagyon örültek a beruházásnak. 37 évvel ezelőtt épült ez az iskola, a 37 év az nyomot hagyott. Az öltözők, a vizes blokkok, a vizes csövek nagyon-nagyon rossz állapotba kerültek, és ilyen csodálatos öltözőt el se tudtam képzelni, hogy ilyen lesz. Az iskolában öt öltöző vizes blokkját modernizálták a szekszárdi vállalkozások TAU támogatásából és a kosárlabda klub önerejéből. A fiatalok támogatása, mivel ők a jövőnk, és azt gondolom az első számú, és hát azért a sokadik sport létesítmény újul meg, illetve az öltözők újulnak meg, ugye már nem egy iskolában, amit hallottuk itt az előbb a Noémitől, és azt gondolom, hogy adni az mindig jó, és főleg ilyen célra adni az a legjobb. A Bakagidák a KSC Szekszárd egyik kosárlabda csapata, hetente 2 alkalommal edz az iskolában, és számos meccset is itt tartanak. Így az öltözőkre nagy szükség volt, mondta el Szabó Noémi, a KSC Szekszárd sportigazgatója. Összesen 26 millió forint értékben, és azt is tudni kell, hogy ennek az önerejét 7,8 millió forintot is a klub, illetve a klub szponzorai raktak össze, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy a női kosárlabda klub körül ilyen komoly összefogás van, és hogy a helyi vállalkozók, szponzorok átérzik ennek a lehetőségét. Ez a 6. olyan szekszárdi városi oktatási nevelési intézmény, amiben a klub maga és a támogatói közösen hajtanak végre beruházást. A város 40 millió forintos támogatására azonban idén eddig nem számíthattak, hiába fejlesztik a helyi iskolákat. A KSC Szekszárd vezetése eddig csak ígéretet kapott a közgyűlésben egyfős többséggel levő Éjjel Szekszárdtól arra, hogy amint lesz költségvetés, megkapják ezt az összeget. Nagyon bízunk ebben, mert egyébként ez a 40 millió forint, ez durván a következő 1-2 évnek a beruházásainak az önerejét jelenteni. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy profi sportcsapatot kellene halálra támogatni, hanem arról lenne szó, hogy ezekhez a beruházásokhoz legalább az önerő erejéig ez a város vezetés hozzájáruljon. A szekszárdi vállalkozások TAU támogatásából és a kosárlabda klub önerejéből az elmúlt 5 esztendőben több mint 270 millió forintos beruházás jött létre a város iskoláiban. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Lerakták a Honvédelmi Sportközpont alapkövét Szigetváron. A 863 millió forintból megvalósuló létesítmény jövő nyára készül el. Szüretelnek a balatoni szőlős gazdák. Általános mennyiségű, de kiváló minőségű borok készülhetnek. Készülnek a térre, ellátnak minden rászorulót. A Pécsi Alapítványnál várják a segítőhívásokat. A megvalósulás szakaszába érkezett a honvédelmi sportközpontok építése. Szigetváron a 863 millió forintból megvalósuló, jövő nyárra elkészülő létesítmény alapkövét csütörtökön rakta le Simicskó István, a KDNP parlamenti frakció vezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, valamint Nagy Csaba országgyűlési képviselő.
A vívás, a sportlövészet, valamint a küzdő és technikai sportok iránt érdeklődőket szolgálják majd ki a honvédelmi sportközpontok. Balassa gyarmat, Újfehértó, Szarvas és Baja után Szigetváron is elkezdődhet az építkezés. A létesítmény alapkövét csütörtökön rakták le. A sportot sokan egyfajta olyan sajátos kulcsnak tartják, a társadalom működési módját tudjuk leképezni és elemezni azon keresztül, hogy milyen aktív az adott társadalom, milyenek az emberi viszonyok. Tehát ha a sportból a fiataljaink az egészséges életmódot hozzák magukkal, és a szellemiséget, azt a gondolkodásmódot, amely a sport értékéből átjöhet, ez pedig a fair play, a sportszerűség, akkor jelentősen tudjuk az emberi kapcsolatunk minőségét is jobbá változtatni. Úgyhogy ilyen szempontok alapján döntött a kormány ezen beruházások megvalósítása mellett. És egy ilyen történelmi helyszínen, mint Szigetvár, külön öröm és megtiszteltetés, hogy én rakattam le az alapkövet. Az elképzelések szerint a parlamenti ciklus végéig, azaz 2022-ig az ország összes járásában épülnek a szigetvárihoz hasonló létesítmények, melyek 21. századi körülmények között várják majd a sportolni vágyókat. Van egy eszmei tartalom, ugye Szigetváron vagyunk, a legkülsősebb magyar városban, de nagyon fontosnak tartom, hogy az első 5 ilyen beruházásba bekerült a város, az egy 863 millió forintos beruházás, 10 sávos lőtér lesz kialakítva, 50 illetve 25 méteres pályákon lehet majd itt lőni. A szigetvári csaknem 100 ember befogadására alkalmas létesítmény a tervek szerint jövő nyárra készül el. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetésével a tavalyi évben eredményesen került megszervezésre az országos KKV konzultáció, amelyben valamennyi területi kamara aktívan részt vett. Az akkori tapasztalatok alapján megállapítható az is, hogy pozitívan fogadták el a vállalkozások a kezdeményezést. A programsorozat sikerére való tekintettel ebben az évben is megrendezésre kerül az országjárás. Csütörtökön a minisztérium helyettes államtitkára látogatották konzultációra a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarába. A következő időszak tervezésének alapját a 2010 óta folytatott pragmatikus és patrióta gazdaságpolitika adja, illetve a tavaly évben elfogadott KKV stratégia. Ezek jelölik ki a fő irányokat, amelyek mentén haladni szeretnénk az előttünk álló időszakban is. Ezek között megjelenik az, hogy valamennyi vállalkozás számára megteremtsük mind a szervezeti, mind a technológiai megújulás lehetőségét. Másrészt a kiemelt növekedési potenciállal rendelkező, akár exportpiacokon saját termékkel, saját márkával megjelenni képes vállalkozásokat támogassuk, illetve a kiemelt iparágakat, a jövő iparágait és jövő technológiáinak alkalmazását támogassuk a következő időszakban. Átlagos mennyiségű, de szép savtartalmú és magas cukorfokú termésről számolnak be a gazdák a dél-balatoni borvidéken. Van, ahol még elsősorban az írsai olivért és a többi fehér szőlőt, míg máshol már a merlót is szüretelik. A zenitet szüretelik ezen a szőlős kislaki ültetvényen. A korai fajtákkal, mint az írsai vagy a csabagyöngye már végeztek a szőlőtermelők, sőt, sok helyütt már megkezdték a borszőlőfajták szüretelését is. Vegyes érzelmek vannak. Most egy zenit táblába vagyunk, ahol a tavaszi fagy sajnos érintett bennünket, pedig itt a kollégák láthatták, hogy fönt vagyunk egy dombtetőn, és mégis valószínűleg a fekvésnek a hatása miatt. Hát szerintem egy átlagos termésnek nézünk elébe. Véleményem szerint egy közel 20%-kal kevesebb lesz a termés, mint tavaly, legalábbis az eddigi eredmények azt mutatják. Néhány szőlőfajtánál a korai aszusodás is megfigyelhető, sőt egy-két helyen megkezdődött a rothadás is. A szőlős gazdák így nem várnak tovább egyik fajtával sem, a fehér szőlőt folyamatosan szüretelik, amelynél az látszik, hogy az idén nem hoz kiemelkedő termést. Egy átlagos évjárattal számolhatunk, még nagyon sok függ, hogy mennyi napsütéses óra szám lesz. Ez nagy mértékben befolyásolja majd a szőlőnek a cukortartalmát. Hát a mennyiség meg annyi, amennyi, ezzel nem tudunk tenni. Itt pedig már az első vörös szőlőfajta, a merló feldolgozása is megkezdődött az idei rozékhoz. A gazdák azt mondják, a savak az idén nagyon biztatóan alakulnak, és a cukorfokok is megfelelőek, sőt ebben a pincészetben a szőlőfajták többségénél a cukorfokok már elérték a 18-at. Ma is, amit rozénak születeltünk, egy merlóról beszélünk, ami is nem nevezhető korai fajtának, mégis már 18-as mustfokkal indult a
feldolgozása. Úgyhogy tulajdonképpen most nálunk a szüret, melyik ujjamat harapjam meg, szedhetném a sardonét, a szürke barátot, szedhetném a fiatal kétnyaras, háromnyaras olasz szizlingeket is, már ott is a 17-18 muskok sárga muskot állt, úgyhogy szépen betáblázzuk a napokat, és azt hiszem, hogy itt most nincsen szombat, nincsen vasárnap, itt dolgozunk végig folyamatosan, mert a szőlő azt kívánja. A dél-balatoni borosgazdák szerint mindent összevetve egy jó, átlagos szőlőmennyiség várható, egy-két fajta azonban, mint például a Merlot, a tavalyi gyenge termés után az idén kiemelkedő lehet. Készülnek a krízis időszakra, vagyis a hideg téli napokra a Pécsi Támasz Alapítványnál, mondja a szervezet elnöke. A hajléktalanok ellátásával foglalkozó alapítvány több szolgáltatással, átmeneti szállással, melegedővel rendelkezik, így el tudják látni a pécsi fedél nélkül élőket, még akkor is, ha betegséggel érkeznek a segítőkhöz. Az elnök azt mondja, ezres nagyságrendről beszélünk, ha a Baranyai megyeszékhelyen élő hajléktalanokról van szó. Bár sokan többre becsülik a számukat, ezek túlzóak. Ha valaki segítségre szoruló hajléktalant lát, kérik, hogy hívják az alapítvány diszpécser szolgálatát. Több hír is megjelent nyáron, hogy több a hajléktalan Pécset. Volt, aki több ezer hajléktalanról beszélt, de ez túlzás, mondja a Támasz Alapítvány vezetője. Ezres létszámokat szoktunk mérni, ezek valós számok. Ebben az ezres létszáma benne van, aki a nappali ellátásunkban, népkonyhai ellátásunkban, utcán élő hajléktalan és az intézményi ellátásban résztvevők. Ezek körülbelül ilyen ezres létszám. Akik folyamatosan megfordulnak az ellátásunkban, a nappali ellátásban, ezek ilyen 3-400 fő körüli személyek, de ez mindig időjárás függő. Ezek a felvételek a Támasz Dugonics utcai intézményében készültek. Itt kimossák a ruhájukat, fürödhetnek is a hajléktalanok a nappali pihenés mellett. Így nem kell az utcán lenniük. Megnyugtatva a lakosságot is, hisz utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik, hogy a hajléktalanok száma megnövekedett a városban. Mi arra törekszünk, hogy ők valamilyen módon bekerüljenek az ellátásban, és a pécsi lakosságnak szeretnénk azzal üzenni, hogy mi fölkészültek vagyunk arra, hogy intézményes ellátást biztosítsunk a számukra. Még fertőtlenítő fürdőre is van lehetőség, ha például valakinél élősködőket találnak. Napi 24 órában házi orvosi ellátást kaphatnak a rendelőben, ami nem csak gyógyszerfelírást vagy beutalót jelent tüdőszűrésre. Valóban ápolásra, gondozásra szorulnak. Az alapítványnak megvannak erre a megfelelő intézményei, de sajnos ez egyre kevesebb. Tehát működtetünk úgynevezett idős otthon, tehát ápoló otthont, hajléktalanok ápoló otthonát, vannak átmeneti szállóink, vannak lábadozóink, most már kettőről is beszélhetek, mert az egy már nem volt elég, és a krízis szállónk is gyakorlatilag egy hármas lábadozóként fog üzemelni télen, mert annyira sok a beteg hajléktalan, akik erre rászorulnak. Naponta 40-50 fedél nélküli páciens keresi fel a Dugonics utcai rendelőt. A Támasznál egyébként készülnek a térre, illetve a koronavírus járvány újabb hullámára, mondja a vezető. Érdekesség, hogy még plusz pénzhez is juthatnak az alumínium italos dobozok gyűjtésével a hajléktalanok az alapítványnál. Az itt üzemelő automata ugyanis 1 forinttal többet ad a dobozok után, mint a kereskedelemben működő társai. A Támasz alapítványnál a 72-es körzet 233-169-es számon várják a hívásokat, ha a segítségre szoruló hajléktalant lát valaki, főleg a közeledő téli időszakban. Végül mutatjuk újra röviden Tolnamegye legfontosabb híreit. Hétértékelő. Közös sajtótájékoztatón fejezték ki aggodalmukat Szekszárd polgármestere és a helyi Fidesz frakció tagjai. Koronavírus Pakson. Sorra zárnak be az intézmények a városban. Stabil a költségvetés. Éveleje óta 31 millió forinttal nőtt a Bonyhádi Önkormányzat általános tartaléka. Jachtot akart venni, átverték. Láthatatlanban fizetett ki 220 ezer eurót, a Tolna megye is értett. Szombaton további melegedésre van kilátás, szikrázó napsütés lesz a jellemző. Vasárnap és hétfőn előreláthatólag egy gyenge hidegfront hatására északnyugatira fordul a szél. Hétfőn többfelé előfordulhatnak záporok, zivatargócok. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!